Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Stratégiai partnerség. Megállapodás a vallási turizmus jegyében. Tűzeset. Lángolt a Tósok-Berendi templom. 39 milliárd. Történelmi jelentőségű felújítás a Veszprémi várban. Eszközbeszerzés. Sikeres Szigliget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán. A Balaton felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom kábel szolgáltató digitális rendszerén. Ezen kívül már Tapolcán, Tapolca Diszelben is láthatnak bennünket, valamint a Magyar Telekom előfizetői is találkozhatnak velünk. Mindez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, valamint Sümegés térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Már kezdünk is! A kormány múlt héten jelentette be, hogy február 15-e helyett két oltással május 1-ig lesznek érvényesek az oltási igazolványok, igazodva az Európai Uniós országok gyakorlatához. Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben oltakoztak. Stratégiai partnerként működik együtt a Veszprémi Főegyházmegye és a Veszprém Balaton 2023 ZRT a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa program minél sikeresebb megvalósítása érdekében. Erről írt alá megállapodást dr. Udvardi György, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora, Markovics Aliz vezérigazgató és dr. Navracsics Tibor kormánybiztos. A Veszprém Balaton 2023 ZRT és a Veszprémi Főegyházmegye közös meggyőződése, hogy együtt hatékonyabban tudnak hozzájárulni az Európa Kulturális Fővárosa programjainak sikereihez, hangsúlyozta Markovics Aliz vezérigazgató. Ezért született meg a megállapodás, melyet a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központban írtak alá. Az együttműködés a régió kulturális hagyományainak megőrzése és megújítása érdekében támaszkodik arra az 1000 éves hagyományra, amelyet az ország egyik legrégibb egyházmegyéje képvisel. A természetes kapcsolódási pontunkat formalizáltuk most, de mégis fontos éppen az előttünk álló nagy esemény kapcsán, hogy olyan erőpontok, olyan támpontok legyenek az életünkben, amelyek az együttműködésnek az alapját jelentik. A Főegyházmegye örömmel vette a hírt
Európa Kulturális Fővárosi cím elnyerése kapcsán, és rögtön azon munkálkodtunk, hogyan tudunk ebben hatékonyan részt venni saját kulturális javainkkal, ezekkel a gyönyörű terekkel, a vár együttes egészével. Ennek érdekében terveztük meg a felújítást, és hathatós kormányzati támogatással van esélyünk, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. Annak érdekében, hogy az ideérkezők a mi kulturális tereinket, javainkat, a Székesegyháznak a liturgikus terét, vagy a Szent György kápolnának a megújított terét, azt alkalmas módon tudjuk bemutatni, és tudjuk átadni azok számára, akik ideérkeznek. Ugyanígy szeretnénk tenni a gyűjteményi központunkkal, hiszen egyházi gyűjtemények között nagy jelentőséggel bír, eddig lehetőségek hiányában nem volt mód alkalmas bemutatásra. Navracsics Tibor, a program megvalósításáért felelős kormánybiztos, az érsekség és a város történelmi együttműködésének fontosságára utalt beszédében. Kiemelte, hogy az érsekség a térség életében is fontos szerepet tölt be. Az aláírással a már meglévő együttműködést emelték magasabb rangra, mondta. Számunkra a kultúra a közösségek életéről szól, és ebben a térségben, ahol a magyarországi kereszténység történetében is az első püspökség, az első püspöki székhely jött létre, ugye itt Veszprémben, illetve az egyik legrégebb óta folytonosan létező székesegyház, a Szent Mihály székesegyház. Ebből adódóan a kereszténység mindig is meghatározó volt, napjainkban is meghatározó, úgy, mint kultúra, illetve másoknak, mint világszemlélet, mint hit. Szeretnénk mindezeket a lehetőségeket hasznosítani a programsorozatok összeállítása során, illetve minél több embert megszólítani, legyen szó hívőről, nem hívőről, akik érdeklődnek a keresztény kultúra iránt. Már sokan vannak, akik vizionálják 2023-at, nagy hangsúllyal a vallási turizmus megerősödésére is. Dr. Udvardi György érsek úr ekként fejezte ki gondolatait, melyek mintegy útravalót is érzékeltetnek. Én azt szeretném látni, hogy boldog, nyugodt, rendezett módon érkező emberek tudnak jönni a városunkba, sétálnak föl a várba, nézik meg a múzeumi kiállítást gyerekeikkel együtt, megisznak egy jó kávét, miközben a gyerekek a játszótéren, amit most készítünk, tudnak játszani, és úgy tudnak hazamenni, hogy emberségükről, hivatásukról, jövőjükről nyugodtabban és bátrabban tudnak gondolkozni. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft. Szombaton este tűz ütött ki a Tósok-Berendi templomban. A tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek, sikerült a tüzet megfékezni, személyi sérülés nem történt. A tűzeset okairól és a kár nagyságáról egyelőre nincsenek információk. Televíziónknak nyilatkozott a templom plébánosa és a Veszprém megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője. 200 éve magasodik az Ajkához közel eső településen a Szent István király katolikus templom, amit a ciszterci szerzetesek építettek. A templomnak a tornya lett a tűz martaléka, amely 5x5 méter alapterületű, magassága közel 40 méter. Egy járókelő vette észre a füstöt, és aztán riasztott mindenkit. Bakos Frigyes plébános így foglalta össze a károsodást. A torony az teljesen kiégett. Aztán most nem tudjuk, hogy az orgona az mennyire ázott be, a tűz nem érte. Aztán a freskó, a kórusán freskó, az állítólag vizet kapott, tehát az én is csak tegnap értesültem róla, mert szombaton senki nem látott semmit. Aztán most jönnek majd a szakértők, a tűzvédelmiek jönnek, aztán a statikusoknak kell jönni, addig nem lehet a templomot használni. Most itt van a templomon szemben egy ifjúsági házunk, Szent Imre ifjúsági ház. Vasárnap már ott volt a mise.
megtelt a helyiség. Most az érsek úr majd írásba ad engedélyt, hogy ott legyenek a misék, meg kérek engedélyt, hogy a keresztelések hol legyenek, mert most egy hosszú ideig itt a templomot használni nem lehet. A tűzoltók több egységgel a riasztás után a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték a tűzoltását. Ajkáról érkeztek hivatásos tűzoltók a helyszínre, a katasztrófavédelmi művelet irányításával végezték a kollégák a tűzoltást. Nehezítette a munkájukat, hogy a toronyban a lépcső az elégett, és ezért nem tudtak belülről oltani, és ez veszélyes is lett volna. Létrasugarat szereltek a kollégák, tehát ez azt jelenti, hogy a tűzoltó létra kosarából oltottak kívülről, illetve a talajszintről is több vízsugárral zajlott az oltás. Magát a harangtoronyban a fa szerkezetet sikerült megmenteni, károsodott ugyan, de nem szakadtak le a harangok, és azért, hogy a vízkárt, mert ugye itt jelentős mennyiségű víz elment az oltás során, hogy a vízkárt csökkentsék, ezért pedig egy úgynevezett zsompot ástak a tűzoltók. Ez a zsomp, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy gödör, amibe az oltóvíz belefolyik, és ebből pedig nagy teljesítményű szivattyúkkal szivattyúzták ki aztán, hogy a lehető legkevésbé ázzanak át a falak a templomban. A tűz kialakulásának okát a szakemberek egyelőre vizsgálják. A helyben élőket megrázta a káresemény. Ennek a közösségnek ez a fő temploma. Ugye itt születtek a területen, itt kötöttek házasságot az idősebbek, aztán itt lettek a gyerekeik megkeresztelve, itt lettek elsáldozók, itt lettek bérmálkozók. Tehát a városnak egyik legszebb temploma. Akik segítenének a templom mielőbbi rendbehozatalában anyagiakkal, az alábbi számlaszámon tehetik meg. Szakmai előkészítést követően a napokban kezdetét veszi a Veszprémi Főegyházmegye szívének, a Veszprémi Várnak és az ott található épületeknek a történelmi jelentőségű megújulása. A beruházás kormányzati támogatásból valósul meg. Mind a város lakossága, mind a látogatók jelentős változásokat tapasztalhatnak majd a következő időszakban az egész vár területén. A beruházásról tartottak tájékoztatót február 4-én az érseki palotában. Magyarország kormányának támogatásával 39 milliárd forint értékben újulhatnak meg a Veszprémi Várban található egyházi tulajdonú épületek. A Szent Mihály Bazilika mellett további 17 műemléképület és az azokhoz tartozó területek és kertek szépülhetnek meg, mintegy 35 ezer épített és 10 ezer szabadtéri négyzetméteren. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes rávilágított arra, hogy az érsekség projektje organikusan beleillik a várossal és a térséggel kapcsolatos fejlesztésekbe. Hangsúlyozom, hogy természetesen maximális tisztelet az egyház autonómia iránt, és az egyházi építkezések, az egyházi épületek, azok a szónak is a mélyebb értelmében a transzcendencia világában vannak. Na de az a helyzet, hogy az egyház is a világban él, az egyházi épületek is itt vannak köztünk, az egyház is a mindennapi életünknek a része, ebből kifolyólag a turizmus, és ebből következőleg a gazdaságfejlesztés, és ebből kifolyólag a térség egész fejlődése szempontjából. A nagy lehetőség a várnak egy olyan fejlesztése, nem csak felújítása, hanem fejlesztése, ami turisztikailag is lehetővé teszi, kulturálisan, turisztikailag is minden szempontból, hogy kihasználva azt a lehetőséget, hogy a kulturális fővárosság miatt úgy is bele kell tenni ezt a pénzt, akkor csináljuk grandiózus módon úgy, hogy ez az egész városnak, sőt az egész térségnek a lelki, szellemi, gazdasági fellendülését is szolgálja. Navracsics Tibor kormánybiztos kiemelte a vár történelmi jelentőségét is, valamint napjainkban betöltött szerepét. Amikor tehát a vár megújul, új életre kel, új lendületet kap, akkor én abban bízom, hogy egy kicsit a város közössége, de a város, a városon túl a régió, a katolikus egyház és az ország is új lelkületet kap és új lendületet kap. Ez az igazi jelentősége ennek a nagyívű újjáépítési programnak, és ezért köszönet illeti miniszterelnök helyettes urat is, és érsekatyát is,
akik az egész fölött bábáskodtak, és akik lehetővé tették, hogy amikor Veszprém kiáll Európa nyilvánossága elé az Európa Kulturális Fővárosa programsorozattal, akkor ne csak azt mutathassuk meg, hogy legalább annyira európaiak vagyunk, mint a tőlünk nyugatabbra, esetleg szerencsésebb égtájakon született nemzetek, vagy ott épült városok, de legalább olyan mélyen is vagyunk európaiak, hagyományokhoz ragaszkodók és a jövő felé fordulók. Udvardi György érsek atya köszönetét fejezte ki a beruházás megvalósításáért. Hangsúlyozta, ez a beruházás egyszerre hitéleti, turisztikai, de nem utolsó sorban kvalifikált munkahelyteremtő beruházás is. Izajás könyvében a 60. fejezetben, első versben olvassuk ezt a pár mondatot. Kelj föl, ragyog, Jeruzsálem! Az Úr dicsősége fölragyogott fölötted. Ez a mondat vezette Jeruzsálemnek az építőit, újraépítőit, hiszen számtalanszor kellett ezt megtenni a történelem során, és ők ebben a tudatban tették, végezték szolgálatukat. Kelj föl, ragyog, Jeruzsálem, az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Egyházi beruházás, ahogyan Navracsics úr is említette, egy szent hely. Így szeretnénk tekinteni erre a beruházásra, ahol hisszük, az Úr dicsősége ragyog föl, és ez a ragyogás mindannyiunkat más fényben mutat, és a kapcsolatainkat is képes erősíteni, új utakra vezetni. A tájékoztatón a Veszprémi Főegyházmegye főépítésze ismertette az országosan is egyedülálló fejlesztés részleteit. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Veszprém országgyűlési képviselője és polgármestere is. Sokféle pályázati lehetőséget igénybe vesznek a települések a Balaton környékén is. Szigliget a Balaton Fejlesztési Tanács felhívására nyújtotta be kérelmét, s több mint 10 millió forintot nyert el az önkormányzat eszközfejlesztésére. Balassa Dániel polgármester tájékoztatja nézőinket. Rendezett képet mutat a strand ebben az időszakban is, s aztán, ahogy tavaszodik, kezdődnek a munkálatok, hogy minél komfortosabb környezet fogadja a nyaraló közönséget. Ehhez nyújt segítséget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán elnyert összeg. Szeretnénk beszerezni egy elektromos hajtású kis teherautót, amivel a strand, illetve a környékének a karbantartását el tudjuk végezni. Emellett kisebb elektromos gépekre is pályáztunk, tehát lényegében a strand fenntartáshoz azokat az eszközöket, amik szükségesek és környezetbarát módon működtethetőek, ezeket szeretnénk ebből a támogatási összegből beszerezni. Nyilván ugye, mivel 60%-os támogatási intenzitásról van szó, ezért saját erőt is bele kell tenni, de szerencsére a település van olyan stabil anyagi helyzetben, hogy ezt meg tudjuk tenni. Olyan korszerű színvonalas településfejlesztési eszközökkel fog rendelkezni tehát a település, amelyeket jól tudnak majd használni a következő években. Szigliget a turizmusból él, a két húzó desztináció a vár és a strand. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítanak e két területre. Az emberek, ha ide jönnek, akkor kell nekik a tiszta víz, kell nekik, hogy tiszta fűben és nem magas fűben karbantartott gyepen tudjanak feküdni, hogy ne legyenek szemetesek a vécék, a környezet, hogy a fák, amik mondjuk adott esetben árnyékot is adnak, ne legyenek tele életveszélyes ágakkal, az öltözők rendben legyenek, tehát sok ilyen apróság van, amit mindenképpen el kell végezni ahhoz, hogy színvonalas strandot tudjunk működtetni, és ehhez nagyon jó jön most ez a támogatás, ez a pályázati pénzből megvalósuló fejlesztés. Szigligeten is szükséges az utcák felújítása. A Rókarántói utcát a Magyar Falu program lehetőségeivel, még a Révész utcát saját erőből újították fel. Jelenleg zajlik a Szabadság utcai járda felújítása, amihez szintén a Belügyminisztérium biztosított pályázati támogatást, ahhoz is kell hozzátennünk saját önrészt, de mivel egy közel 50 éves és már lassan életveszélyessé váló
járdaszakaszról volt szó, ezért mindenképpen úgy gondoltuk, hogy a lakóknak ennyit meg kell tennünk, hiszen ez egy nagyon régi kérés volt a részükről, és már többször is pályáztunk rá. Nemrégiben érkezett az értesítés arról, hogy az Antalhegyi utca rendbetételére is nyertek, ezúttal 38 millió forintot. Ebből a 900 méteres utca újra aszfaltozása történhet meg. Mindezek mellett kisebb újítások, ötletes megoldások is jellemzőek Szigligeten, a község lakóinak bevonásával és mindenki örömére, tájékoztatott Balassa Dániel polgármester. A 2022-es esztendő különleges év a Balatonfelvidéki Nemzeti Park életében. Idén 25 éves a park, és annak több természetvédelmi területe és bemutatóhelye, például a Kis-Balaton látogatóközpont, a Kápolna-pusztai bivajrezervátum és a Csodabogyós barlang is kerek évfordulót ünnepel. Ezen apropóból számos izgalmas programot szerveznek ebben az évben. Hatodik alkalommal kerül sor a Ferences Akadémiára Sümegen február 25-e és 27-e között. Ezúttal dr. Rafai Ernő professzor lesz az előadó. A kurzus témája: mi az igazság a szabadkőművességgel kapcsolatban. Szó esik Trianon okairól, következményeiről is. Akik érdeklődnek a témák iránt, még jelentkezhetnek az akadémiára Reisz Pál atyánál a kolostor elérhetőségein. A híradó után televíziónk magazinműsora következik. Ismét érdekes témákkal várja Önöket mai műsorvezetőnk, Iván Anna. Már mutatjuk is az előzetest. Érdemes velünk tartani ma is a híradó után. Elsőként látogassunk el a veszprémi állatkertbe a nem mindennapi medvelesre. Aztán megnézzük a jó hangulatú jelmezes korcsolyázást Szigligeten, végül pedig az Akali fánkos programot követve elgondolkodhatunk, lesz-e egyszer négy évszakos Balatonunk. Legyenek nézőink, ma én várom Önöket a Zóna magazinnal. Kedves nézőink, most nézzük az időjárás előrejelzést. Műsorunk a vmeteo.hu támogatásával jött létre. Cseh Zoltán szerkesztő következik. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Enyhébb és hűvösebb napok váltják egymást a következő időszakban, de többnyire az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletre számíthatunk. Nézzük mindezt részletesen. A csütörtök reggel párás voltokban ködös lesz, később derültégre tekintetünk fel, gyenge mérsékelt délnyugati szél fúj, a hőmérséklet a reggeli mínusz 1 fokot, követően délután elérheti a 11 fokot. Pénteken napközben hidegfront érkezik, előtte még néhány órás napsütésre is számíthatunk. A front útját megélénkülő észak-nyugati szél kevés zápor eső mutatja, a hőmérséklet 1 és 7 fok között váltakozik. A hétvégére visszaesik a hőmérséklet, fagyosak lesznek a reggelek is. Szombaton több, vasárnap kevesebb napsütésre számíthatunk a mérsékelt délkeleti szél mellett. A minimumok mínusz 4, a maximumok 4 fok körül ígérkeznek. Hétfőn ismét enyhébb légtömegek érkeznek fölén, 10 fok felett lehet a maximum. A folytatásban is az időjárás inkább a márciust idézi, mint a február, de kedden többszöri esővel is számolhatunk. Köszönöm a figyelmet! Nézzük legfontosabb híreinket ismét röviden. Stratégiai partnerség. Megállapodás a vallási turizmus jegyében. Tűzeset. Lángolt a Tósok-Berendi templom. 39 milliárd. Történelmi jelentőségű felújítás a Veszprémi várban. Eszközbeszerzés. Sikeres Szigliget a Balatonfejlesztési Tanács pályázatán. A
Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon. Kövessenek minket, kérjük jelöljék ismerősnek a Zóna TV-t. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, Iván Anna vagyok. Mai műsorunkban is érdekes témákkal készültünk, a téli időszak is számos programot tartogatott. Vételkörzetünk színes kínálatából válogattunk. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Körültekintő. Medvelesen, a Veszprémi állatkertben. Korcsolyázás. Jelmezes felvonulás a jégen. Téli programok. Fánkozás Akaliban. A Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térsége körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult négykeretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Medvelesen jártunk a Veszprémi állatkertben, s bár a nagy nap már elmúlt, izgatottan várjuk, jól jósoltak-e a medvék. Azonban néhány érdekességet még mutatunk nézőinknek. Egy kis szakszerű előadást a medvékről, és arról nem lehet elég korán kezdeni, hogy a gyermekek állat- és természetbarátok legyenek. Már mutatjuk is!
Mit tudtok a mai napról? Mit jelent február 2-a? A medvék napja. És ez mit jelent, hogy a medvék napja? Mit kell tudnunk ilyenkor? Mi történik? Hogy a medvéket meglátogatják a gyerekek, és medvelásra megyünk. Igen? És miért mondják, hogy ez időjósló nap? Azért, mert hogyha visszabújik a medve a barlangjába, akkor még 40 napig fog tartani a tél. És ti minek drukkoltok? Mi történjen most itt? Ki jöjjön a mackó? Én az annak drukkolok, hogy kijöjjön a mackó. Kijöjjenek a barlangukból. Igen, és figyelted, hogy milyen idő van? Igen. Szerinted mi fog történni? Szerintem kijönnek. Igen, és ha kijön, mit fog látni? Az, hogy jó lesz majd az idő, és jön a tavasz. Kisdiákok és óvodások várták izgatottan február 2-án a medvéket, és hallhattuk, akárhogy is van, a tavasznak drukkolnak. Elámultak a preparált mancsok láttán, és a koponya is új volt nekik. Az állatkert zoopedagógusa tartott egy rögtönzött előadást a gyerekeknek. És most itt vagyunk az állatkert a Fejesföld gyönyörű környezetében. A medve kifutónál, ugye a fekete medvék a baribálok kifutójánál, hogy ne mondjam a medvék palotájánál, nem is medveházat mondok. A gyertya szentelő nappal, február 2-ával kapcsolatban sok ismert néphagyomány, néphit van. Ezt emlegetik medve hitként is, még pedig azért, mert ez a medvehit kifejezés, ez a hiedelem a medvéknek az időjárás jóslásához kapcsolódik. Ennek a hagyománynak, hiedelemnek a gyökerei Erdélyben is megtalálhatók, de sokak szerint egy nagy mesemondó, író, Jókai Mór fantáziájába született meg az időjós medvének máig is élő alakja. Hát az egy nagy kérdés, hogy a medvék honnan tudják, miről tudják ennek a napnak a megjelenését, ennek a napnak a feltűnését a naptárba. Hát azt gondoljuk, hogy ez még a természet búvárok fölfedezésére váró titok. De ami a lényeg? Titok, igen. Titok, hát én se tudok rá választ. Nagyon jól mondod, hogy titok. De ami biztos, és a hagyomány szerint úgy működik, hogyha kijönnek ezen a napon, azért izgulok ám én is, hogy mi lesz, és szép időt találnak. Süt a nap. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy 7 ágra süt a nap. Ha így süt, akkor egész biztos, hogy meglátják a saját árnyékukat. Egy kicsit morgolódnak, körülnéznek, és fogják magukat, visszaballagnak a medveházba. Ugye azt gondolják, hogy ez a télnek csak a huncutsága, becsapós a tél, ez még nem is az igazi tavasz. Hát valami ilyesmivel zárják ezt a morfondírozást, hogy ez egy képzelt tavasz. Hát nem csak bemennek a házba, hanem elvackolnak, lefekszenek, jól kinyújtóznak, és hát ahogy így olvasgattam azt a hosszú órukat, a fejrészüket, na hát majd mindjárt előveszem, a mancsaik közé teszik, és legalább 40 napig még jó ízűen aluszkálnak. Hát van a másik eset, amikor nem ilyen idő van, hanem fúj a szél, szuperul esik a hó, elnézést a szóért, szokták azt is mondani, hogy förgeteg van, tehát fújja a szelet. Valahol olvastam ezzel a legendával kapcsolatban, hogy a fekete varjak üldögelnek a fán, és azt kiabálják, azt károgják, hogy reszkessetek, idén nem lesz már tél. Hát nagyon meglepő, de a medvék megrázzák magukat, alaposan kidörzsölik a szemeiket, és nem mennek ki, hanem vidáman elindulnak sétálni mondjuk az erdő felé. Hát egy téli álom után biztos elég éhesek. Itt is nagy kérdés, hogy mit gondolnak? Hát azt gondolják, hogy ez a télnek, ez az utolsó rukkapálása, ez már nem az igazi tél, csak erőlködik,
és azt is gondolják a medvék, hogy csinálják, fújjon a szél, lógjanak a jégcsapok, erőlködjetek, annál előbb vége lesz. Hát talán még azt is gondolják, hogy ez már nem képzelt tavasz, hanem igazi tavasz. Az állatkert baribájait édes és ráadásul mutatós tortákkal várták a gondozók. Ki is jöttek, ahogy kinyílt a barlangjuk bejárata, és megmutatták magukat egészen közelről is. No, és a torták sem maradtak sokáig egyben. Meghívására jöttünk el a Mackó Lesre. Mi nyertük el az év állatvédő óvoda címet. Bocsánat. És nagyon fontosnak gondoljuk, hogy az óvodában is megszerettessük az állatokat a gyerekekkel. Ez egy akkora lehetőség nekünk, hogy itt van az állatkert Veszprémben. 5 alkalommal jövünk évente. Minden részét alaposan meg tudjuk nézni a gyerekekkel, minden állatot meg tudunk nézni, megismerni, és ezen keresztül szeretetjük meg a gyerekekkel az állatokat, az óvodásokkal. A Veszprémi Állatkert több mint 60 éve került megalapításra, és már a kezdetektől voltak medvék láthatók, amire nagyon büszkék vagyunk, ami viszont a mai kornak a vívmánya, hogy nemrég sikerült egy új, modern, európai szintű medve kifutót megnyitni. Éppen ezt a kifutót csodálhattuk meg most a gyerekekkel. Egyébként nem új keletű, hogy február 2-án egy rendezvénnyel kedveskedünk úgy a medvéinknek, mint a gyerekeknek. Ennek is több évtizedes hagyománya van. Alapvetően talán is a medvékről szól, hanem a gyerekekről. Hisz ők az a korosztály, akit ilyenkor meg szeretnénk szólítani, természetvédelem, állatszeretet, nyissuk fel a szemüket, milyen gyönyörű kincsei vannak ugye minket körülvevő környezetnek. Amellett, hogy tényleg egy nagyon szép népi hagyomány, hogy vajon kijönnek a medvék ezen a napon, vajon beköszönte a tavasz, vagy pedig még folytatódik a zord, kemény tél. Mi azért itt semmit nem bíztunk a véletlenre, éppen ezért állatápolóink egy nagyon finom gyümölcs tortával készültek, és hát a gyerekek helyezhették el ezeket a tortákat a kifutókba. Ahogy láttuk, sikere is volt, hisz 3 medvén kijött, és jó ízűen elfogyasztották a nekik szánt finomságokat. Mutassuk be nekünk a medvéket, mit kell tudnunk erről a 3 fekete medvéről? A Veszprémi állatkertben fekete medvéket tartunk, baribálok Észak-Amerikából, Magyarországon csak nálunk látható ez a faj. Rendkívül impozáns állatok, nagyon mozgékonyak, ezért szeretjük őket, hisz míg sok medvefaj nagy melegbe, sokszor inkább elfekszik a hűvösbe, ők ilyenkor is elmennek, bogarásznak, keresgetnek, egymással foglalkoznak, és ezt természetesen a látogatóink is nagyon szívesen veszik. És ahogy látjuk, egy hatalmas szikla áll mögöttünk, de ez meg se kottyan a medvéknek, ahogy itt a gyerekek is az előbb szemrevételezhették, pillanatokat fönt vannak a szikla tetején, vagy visszaszaladnak, hihetetlen jó kondícióval rendelkeznek. Most élvezik a jó időt, a havat, de ahogy láttuk, azért már szívesen mennének vissza a jó kis házukba. Szóval sütött a nap, meglátták az árnyékukat a medvék, de mivel igyekeztek vissza, jelentheti ez azt is, hogy már nem sokáig folytatódik a téli álmuk. Minden esetre a gyerekek igazán jól érezték magukat, kivételes élményben volt részük. Híradónkban már összefoglaltuk a tósok Berindi templomtűzhöz kapcsolódó legfontosabb információkat. Most Bakos Frigyes esperes gondolatai következnek. Szól arról is, hogyan segíthetjük közös összefogással a templom mielőbbi rendbehozatalát. Thank you.
szombaton 8:10-kor kaptam a jelzést a kantornőtől, hogy mi történt, hogy kigyulladt a templom torony. Azonnal jöttem, 10 perc múlva itt voltam. Akkor már nagyjából, tehát égett az egész toron. És állítólag egy fiú, egy futár jött erre, az vette észre, hogy a templom torony füstöl. Ő értesítette a tűzoltókat, akik azonnal jöttek, megkezdték a munkálatokat, és a kántornőnek is úgy szóltak be, hogy mi történt. És amikor ideértem, akkor mindjárt értesítettem a érsekurat, udvari érsekurat, és ő egy fél órán belül itt volt. Ugye együtt voltunk egészen 3:11-ig, mert fokozatosan égett a... Hogy a egyik részt emeletét elótották, mentek tovább, zajja meg újra. Tudnék, ez nagyon húzatos. Ugye a húzat levegőt kapott az egész, és újra izzott, és jöttek a parazsok, utána lobogott az egész. Tehát itt az egész belseje kiégett. Most a hatalmas visszömeg, az lezudult a templomtérbe, a kórus főlejáraton keresztül jött le a víz, és mivel befele az oltár felé lejt a talaj, ezért a víz ment, és ott a tűzoltók egy gödröt ástak, felszedték a járólapot, és onnét szivasztották ki a vizet, így nem öntött el a víz a belsejét. Mi sérült meg? Mi az, ami már most látható, hogy kárba veszett? Hát a torony az teljesen kiégett, aztán most nem tudjuk, hogy az orgona ez mennyire ázott be, a tűz nem érte. Aztán a freskó, a kórusnál freskó, az állítólag vizet kapott, tehát az én is csak tegnap értesültem róla, mert szombaton senki nem látott semmit. Aztán most jönnek majd a szakértők, a tűzvédelmiek jönnek, aztán a statikusoknak kell jönni, addig nem lehet a templomot használni. Most itt van a templomon szemben egy ifjúsági házunk, Szent Imre ifjúsági ház, vasárnap már ott volt a mise, megtelt a helyiség. Most az érsek úr majd írásba ad engedélyt, hogy ott legyenek a misék, meg kérek engedélyt, hogy a keresztelések hol legyenek, mert most egy hosszú ideig itt a templomot használni nem lehet. Na most tegnap egy bankszámlát nyitottam erre a célra. Ugye van a plébániának bankszámlája, de abban folynak be az egyházi hozzájárulások, és abból mennek ki a rezsiköltségek. Tehát nem lehet a kettőt összekeverni, azért nyitottam tegnap egy bankszámlát, amit most majd viszem az érsek úr elé is, és már újságokban megjelentek, meg az interneten keresztül. Van egy bankszámla, arra lehet befizetni. Akár átutalással, akár erre a bankba, az OTP bankban van a számlánk, akkor ott befizetik ki, amit szán összeget. Hát már vannak jelzések, vannak felajánlások, hogy aztán, hogy hogyan nem tudjuk. Mit kell tudnunk erről a templomról? Hát ez 200 éves templom, valamikor a ciszter szerzetesek építették, és utána került át, ugye, mikor ők is kevesebben lettek, az egyházmegye tulajdonába, és azóta az egyházmegye használja a templomot, tehát az egyházmegye a főhatósága a templomnak. Ugye már a ciszterek itt nincsenek. És mekkora ez az egyházközség, tudunk erre vonatkozóan esetleg adatokat mondani? Hát eléggé bő. Hát én is tudom, hogy a sacra mondva egy olyan 5-10 ezer között nagy. Főleg az északi részen vannak új utcák, új települések vannak, fiatalság ott van. Ugye ezen a területen van nekünk egy katolikus iskolánk, most már 10 éves. Az iskola innen közel van ehhez a helyhez. Igen, itt Berénden. Egy régi épületet vett meg az egyházmegye. Ő a fönntartója, a főegyházmegye. És 8 osztálya működünk, 8, de dupla osztályok vannak, azt jelenti, hogy 16 osztály van, és terve van egy óvodának a beindítása is, a tervezők megvannak, most mennek a munkálatok, tervezgetések, hogy már megvan a hely is, hogy hol lesz, és közel van az iskolához, az egy előnevelt lesz az iskola számára. Már vannak jelentkezők sokan, tehát még egyre üres telek van.
Említette Esperes úr, hogy a vasárnapi Szent Mise gyakorlatilag zavartalanul folyt, igaz, hogy egy másik helyszínen, nem a templomban. Igen. Mit tapasztal az itt élők, az emberek, hogyan reagálják le ezt a tűzesetet? Hát nagyon megviselte őket, hogy ez a közösség, ennek a közösségnek ez a fő temploma. Ugye itt születtek a területen, itt kötöttek házasságot az idősebbek, aztán itt lettek a gyerekeik megkeresztelve, itt lettek elsáldozók, itt lettek bérmálkozók. Tehát a városnak egyik legszebb temploma. Egész télen működik a Szigligeti Várudvaron a műkorcsolya pálya. A farsangi időszakban jelvezes programot is hirdettek, hogy még népszerűbbé tegyék a közkedvelt téli sportot. Voltak is szép számban, akik jelmezt öltöttek, vagy legalább állarcot, és így hódoltak kedvenc időtöltésüknek. A télnek számos szépsége van, ám ez a látvány, hogy a háttérben, a sokféle színben ringatózó Balaton, előttünk a Szigligeti vár évszázados romjai, valami egészen különleges hangulatot áraszt, és hozzá a korcsolyapálya, amely korábban a strandon működött, ám talán ennél szebb helyre nem is költöztethették volna. Páratlan a látvány, és ebből következően igazán szerencsés, aki ezt élvezheti. Ezen a hétvégén még fokozták a szervezők a lehetőségeket, jelmezes felvonulást hirdettek. Szeretnénk így a Balatonon egész évben, hogy ellátogassanak hozzánk az emberek. Szeretnénk nem csak a nyári időszakban, hanem a téli időszakban is felpestíteni ezt a környéket. Igazából nem csak Szigligetet, hanem ezt az egész északi, vagy Balaton északi részét. Szeretnénk, hogyha nem csak a környékből jönnének emberek, hanem turisták is ellátogatnának hozzánk. A közösségi médiában is részt veszünk, és ott is reklámozzuk ezerre, hogy itt nálunk jégpálya van. Ugye hát igen, a tájon is látni, hogy ez egy egyedi jégpálya szerintem, különleges. Nagyon szeretik az emberek, és mindig azt mondják, hogy azt tetszik nekik a legjobban, hogy milyen kilátás van itt nálunk. Nem csak korcsolyázni lehet például a mai napon, hanem egyéb programmal is várják az érdeklődőket. Így van, igen. Ma például farsangi rendezvényünk van. 1 órától és 6 órától várjuk leginkább a jelmezben érkezőket, mert jelmezes felvonulás lesz nálunk. Eredményhirdetés is lesz a végén, tehát ez egy verseny igazából. A legkreatívabb, legötletesebb jelmezeket várjuk, és a legkreatívabb jelmezt fogjuk díjazni. Reméljük, hogy február legvégéig nyitva tudunk lenni, úgy tervezzük egyébként, tehát még 3 hétig tudnak hozzánk jönni a vendégek, és tudják élvezni a tájat, illetve a korcsolyázást. Reméljük, hogy az időjárás is kedvezni fog nekünk, és akkor nyitva tudunk tartani február végéig. Honnan érkeztek ide a Szigligeti korcsolya pályára? Zalaegerszegről érkeztünk, meglátogatjuk az összes balatoni jégpályát, és éppen most erre esett a választásunk, mivel hogy farsang van itt, beöltöztünk egyformába, anya-lánya vagyunk, és remélem jól érezzük majd magunkat itt. Mit szól ehhez a páratlan kilátáshoz, amit nyílik? Csodálatos ez a kilátás. Ezt nem is tudtuk, hogy van ez a helyszín itt. Nem jártunk még itt Szigligeten. De mióta korcsolyázol, és mennyire mester ilyen műveled már? Hát már nagyon régóta korcsolyázok. Kiskoromban anya tanított Zalaegerszegen a koripályán korizni, és már eléggé jól megy szerintem. És az most, hogy jelmezben vagytok, még egy pluszt ad ehhez? Hát sokkal jobb jelmezben korizni, mivel nem fázunk annyira, és ha elesünk, puhábra esünk. És szerinted miért jó, hogy vannak ilyen műjégpályák? Ahogy édesanyád említette, többet is kipróbáltatok már? Hát azon kívül, hogy korizni is lehet, a szép tájat is lehet csodálni, miközben korizunk,
és nagyon jól meg vannak csinálva ezek a helyszínek szerintem. Honnan érkeztek, és miért gondolták, hogy eljönnek korcsolyázni? Keszthelyről, és a kislány akarta. Kifejezetten a farsangi program kedvéért? Igen, a farsangra. Tapolcáról érkeztem, és ilyen télűző, banya, akárminek öltöztem. És miért fontos szerinted, hogy legyenek ilyen programok? Hát főleg a gyerekek miatt szerintem legyen esélyük korcsolyázni. Én nagyon szeretek, én jégkorongozok is. Nem tudom, én nagyon bírom az egészet, a kilátás is gyönyörű, a hely is nagyon eltalálták. Gyakran jöttél már a télen? Én igen, majdnem minden hétvégén. Szerinted mi a jó a korcsolyázásban, mint sportban? Hát megmozgatja az összes csont, vagy izmunkat, minden. Élvezetes, lehet gyorsan menni, menő. Így mulattak hát a szigligeti műjégpályán a korcsolyázás szerelmesei. A felvonulás és a győztesek kiválasztása már csak hab volt a tortán. Aki most lemaradt a farsangi korizásról, de kedvet kapott, jöjjön Szigligetre jövő héten, amikor is Valentin napi program lesz, s aztán a tél elmúltával is érdemes a plakátokat keresni, mert itt mindig történik valami. Érdekesség. A téli időszakban a Malom-tó és a Tapolca-patak ökológiai túlélő szigetként működik, főként, ha befagy a Balaton. A jégmadár és a nagy kócsag állandó téli vendég. Ha olyankor sétálunk a tópartra, amikor kevés a járókelő, megfigyelhetünk ott ritkábban előforduló madarakat is, például szürkegémet. Ez a faj jól urbanizált madár egyes európai városokban a tavaknál állandó vendég. Megeszi a halat, megenné a kétéltűt, kisebb hüllőt is, ha lenne ilyenkor. Télies, de napsütéses időjárás fogadta a hagyományos forraltbor főző és fánk versenyre érkezőket Balatonakaliban. A gasztronómiai élvezeteken túl arról is beszélgettünk, ez a program és más hasonló kezdeményezés hogyan járul hozzá ahhoz, hogy a Balaton 4 évszakos legyen. És azóta sok minden változott, de alapjában megmaradt egy szerethető téli kalandnak, és lám, most is sokan élnek a lehetőséggel. Kezdetben 5 csapattal indultunk, ez felfutott egészen így a 2000-es években akár 40-50 csapatig, és most jellemzően az utóbbi években 15 csapat vesz részt a borfőzésen, és olyan 10 és 20 darab fánkot hoznak be helyi asszonyok, lányok, hogy zsűrizzük le őket. És a 10 éve van körülbelül a borkorcsolya versenyünk, az pedig mindenféle olyan édes vagy sós sütemény, amit a bor mellé szívesen kínálnak. Akik részt vesznek ezeken a versenyeken, amiket említett, ők amatőrök, akkor úgy képzeljük el őket? Mindenki. Házi asszonyok. Kisebb-nagyobb sikerrel, de inkább nagyobb sikerrel. Finom sütemények szoktak, meg fánkok születni. A borfőzőn is vannak profi borászatok, de mellettük ugyanúgy fiatalokból verbuválódott csapatok, osztályok, akár baráti társaságok, úgyhogy teljesen vegyes. És mi ennek a rendezvénynek a titka? Mi kell ahhoz, hogy február, január végén egészen pontosan érdeklődőkkel legyen tele ez a tér, a parkoló és minden, ami itt van? Szerintem van igény ilyen rendezvényekre továbbra is, bár nyilván ez a vírushelyzet valamilyen szinten rányomta a bélyegét, de egyrésztről mivel szabadtéri a rendezvény, másrésztről, hogy ilyen hagyományai vannak,
kialakult egy törzsgárda. Gyakorlatilag van egy magja ennek a rendezvénynek, akik mindig jönnek, akikkel évről évre találkozunk, és mindig az jönnek újak, és morzsolódnak le. Így egy bázissal könnyen tudjuk futtatni a rendezvényt. Meg nyilván azért az emberek szeretik a fánkot, tehát két olyan dologról szól, a borról, meg a fánkról, tehát édesszájúak, a borkedvelők, elég nagy bázisra lövünk, hogy itt mindig legyen ember. És önnek, aki tulajdonos ennek az egész létesítménynek, miért fontos ez a program? Tehát mit hoz önöknek ez a rendezvény? Igazából ilyen lokálpatriótaként magának, hogy az élet, tehát a falusi élet rendezvényekkel lehet összekovácsolni a társaságot, úgyhogy talán ez a legfontosabb benne. Üzletileg ez nem egy hatalmas bevételi forrásunk, mivel mindent kvázi beszeráron adunk, a bor ingyen van, egyedül a fánk az, amit pénzért árulunk, nyilván a bor az úgy van, hogy egy bögrét megvesz az ember, és 15 féle bort kóstolhat most is teljesen ingyen. Rengeteg díjat sorsolunk ki, pont azért vannak a díjak, meg a nyeremények, hogy évről évre jöjjenek el, hogy innen senki nem megy el. Akármilyen bort, akármilyen borkorcsolyát vagy fánkot hoz, üres kézzel nem megy el senki. Mindenki legalább egy oklevelet, egy üveg bort, valamit biztos, hogy kapni fog. Hogy mindenki jó szájízzel tudjon elmenni. Ez a másik, ami fontos. Versenyen kívül is kínáltak a szervezők fánkot óriási mennyiségben. Nézzék csak ezt a halmot. Hogyan készültek erre a mai napra? Ez mit jelent mondjuk fánk mennyiségben? A főnök asszony csinált mindent, meg a cukrászok. Most is gőzerűben nyomják benne a cukiba. Nyomattuk ezerrel. Na, de ez mégis mit jelent? Mennyi lisztet, vagy mennyi fánkot? Hát több száz darab szerintem, vagy ezer. Nagyon sokat csináltunk. Már nem tudom, hányadjára fordulunk. Minden friss, még meleg minden. Szóval egy lisztben nem tudok segíteni. És minek van a legnagyobb keletje egyébként? Mi fogy a legjobban? A farsangi fánk. A csörögét is viszik, de inkább a farsangi. Sok a gyerek és a lekvár miatt szerintem inkább azt preferálják. A háziasszonyok is fánkoztak ezen a délutánon, és az otthoni fánksütést máskorra halasztották, tudtuk meg. Önnek melyik a kedvence? Milyen fánkot szokott készíteni? Hát az igazság, inkább a lányom szokott sütni, de én mindegyiket szeretem, és lekvárral. Az a kedvence. Önnek mi a véleménye? Hát én szoktam sütni, úgyhogy én szoktam azt a keltfánkot, a gömbölyük keltfánkot is, akkor szoktam azt a, minek mondják a másikat, csörgefánkot, olyat is szoktam csinálni, meg szoktam rózsafánkot is. És melyik a család kedvence? Hát a család kedvence, szóval mindegyik, na, hogy őszinte legyek, mindig elfogy, nem marad meg. És tartják azt a szokást, hogy ilyenkor farsang tájékán sütik a fánkot? Hát igen, mert hát ilyenkor szokás, úgyhogy hát most én direkt máma nem sütöttem, de majd legközelebb valamelyik alkalomkor, úgyhogy ha úgy lesz kedvem hozzá, már nem mindig van kedvem. Hogy alakult, hogy önök Tihanyból eljöttek erre a rendezvényre? Hát mi már évek óta járunk ide Tihanyból, a Levendula Klubtól, és meghívót kaptunk. És mi ennek a rendezvénynek a titka? Ön hogyan értékeli, miért jó ez a program? Hát együtt vagyunk, egy kicsit talán érezzük, hogy vége a télnek, egy kicsit kimozdulhatunk. Nagyon jó. Tehát minden évben hozunk sütiket, zsűrizik. Hát annyira nagyon nem nyertünk, de már azért díjaink is voltak mindig. Fánkot is hoztak? Fánkot nem hoztunk, ezeket a sütiket sütöttük. Meglátjuk, hogy mit kapunk. Hogy indultak ezen a versenyen? Hogy kerülnek ide Balatonakariba? Hát a Dörgicsén van a borászatunk, ami ide 4 kilométerre van, de a szőlőnk az csak 2 kilométerre, így légvonalban a két falu között van. És akkor onnan indultunk. Hát azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyan bort, amit kimondottan erre a forradborfőző versenyre készítettünk. Ez egy rész vörösborból van, két rész rozéból, és akkor egy nagyon kellemes, jóihatós bor lett volna amúgy is, és hozzáraktunk egy egyedi fűszerkeveréket, ami természetesen sírititok, és ebből készült ez a bor. Kölcsönkértük ezt a bormelegen tartott a FKBC-től, és kijöttünk, megcsináltuk. Itt vagyunk. Ja, ami fontos, a feleségem sütött hozzá mézes kalácsot, és azzal együtt lehet kóstolni, az neki a borkorcsolja, a kettő együtt nagyon passzol. Legyen szíves, mutassa meg a mézes kalácsokat, az dermesztően fontos. Egy borászatnak mekkora kihívás forralt bort készíteni? Tehát ez hol van ugye a mesterségben?
Hát valószínűleg akik ebből élnek, vagy így tényleg erre ráúsznak, azok komolyabban gondolják, hogy így forrátboroznak. Én nekem ez az első forrátborom egyébként, soha életemben nem csináltam ilyet. És igazság szerint csak azért vagyunk itt, mert a Fél KBC szerintem egy állati fontos pontja a Balaton felvidéknek. Tehát ha ilyen helyek nem lennének, meg ilyen rendezvények nem lennének, akkor nem lenne a környékben semmi. És azért jöttünk le, soha életemben nem csináltam ilyet, és ha jövőre eljövök, akkor fogok másodszor, tehát szóval ennyire nem jelentős. Mi ennél azért jóval minőségibb borokat készítünk. Tehát azt szokták mondani, hogy a nem jól sikerült borokból kell egyébként csinálni a forralt bort, mert ott a fűszer meg a cukor az elviszi. Mi egyébként ezt jó borokból csináltuk, mert nem nagyon van másmilyen, de zéro, nulla, nem észrevehető. Pontosan, ahogy a, nem tudom én, 6000 literhez arányul ez a 10, annyi részet teszik ki. Ja, és ingyen adjuk, tehát az árbevételben pedig pont a semmi. Tehát akkor azt mondja, hogy a téli Balatonhoz hozzátartozik az, hogy vannak ilyen rendezvények? Abszolút. És itten 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt pedig volt egy ilyen lencseleves főzés, amikor így meghívtak mindenkit, szintén ilyen vursli hangulatban, ez ilyen hüttéknél ez a magyarosított hüttezene, és az is nagyon fontos, szerintem ez állati, az ilyen vásárszerű rendezvények, ezek lennének azok, amik a téli Balatont érdekessé tudnak tenni mindenkinek. A neves zsűrinél nagy volt a tanácskozás. Ez nek a Kőzsgízbe, az egyik megjófákon, lehet, hogy szerkezetében az egyes volt. Az egyes meg a hármas, ez a kettő között. Na, egyes és meg a hetes. A hetes. Egyes és a hetes. Meg a hármas. Meg a hármas. És azt mondták, hogy ilyenek tömör a tésztáját. Ez volt a legutolsább, ez volt a legfrissebb. Egyes meg a hármas. Nekem a hármas. Csak ugye ez volt a legfrissebb érted. Tehát ugye az egész. Na, A fánkból kereken 12-en hoztak be mintát, különböző minőségűek voltak a fánkok, gyönyörűek, lazák voltak, szalagosak benne. Volt egy-kettő, ami különlegesnek minősült, mert nem a megszokott anyagból készítették, hanem mostrában szokásos mentes anyagokból, az is fogyasztható volt. Úgyhogy véleményem szerint nagyon jó felhozatal volt. Plusz még a borkorcsolyák voltak, amiből volt sós és édes. Kimondottan ki lehet emelni egy szezámmagos stanglit, ami nagyon finom volt, roppanós, jó ízű, és kellemes, hogy a borkorcsolyának a lényeg, hogy minél kisebb egy falat legyen, hogy fogyasztható legyen, és segítse a bornak az emésztését. Visszatérve a fánkhoz, mi a fánksütés titka? Általában a háziasszonyoként is így, ahogy elmondták nekünk, a tésztát jól elkészítik, aztán a sütésnél valami más történik, mint amit remélnek. Igen, hát valóban. A fánknak az elkészítésénél ugye mindenki a sajátát tartja a legjobbnak. Majdnem úgy van, mint a fociban, hogy mindenki ért hozzá. Aztán valami módon majd megmagyarázzuk, hogy miért nem sikerült. Valóban az a lényeg, egy keltésztáról beszélünk, aminek nagyon fontos a hőfok. Nagyon fontos a zsíradék, a liszt arány, és hát természetesen a begyakorlott mozdulatok. Emlékszek rá, régen édesanyám mérleg nélkül csinálta. Egy malék, egy pici még ebből, és mindig repültek a fánkok, könnyedek voltak, és nem úszott a zsírba. Hát valahol ezt az összhangot kell megtalálni, zsírnak a hőmérsékletébe, a liszt és a zsíradék arányába, hogy jó legyen és finom legyen. Hányan hoztak forralt bort a mai főzőversenyre, és mit állapíthatunk meg, milyen volt az idei kínálat? 14 értékelhető bor érkezett, mutattak be nekünk itt a zsűrinél. Gyakorlatilag legtöbb az új borból készült volt. Volt egy-kettő, ami már óborból készült, ami egy kicsit azért rányomja a bélyegét a készült borokra, de az új borok nagyon szépek voltak, egészségesek voltak. Volt rozé, száraz fehér borokból készült forralt bor, vagy meleg bor, meg ugye nem forraljuk fel a bort ahhoz, hogy forralt bor legyen, gyakorlatilag melegített borból is, hát itt meg kellett találni a cukor, fűszeres és a bornak a kedvező állapotát, hogy minél
kellemesebb élményt nyújtson fogyasztása közben. Ez volt a célunk, hogy a legjobban eltalált ízharmóniát próbáljuk kiemelni. Mennyire fontos az alapanyag, tehát a bor minősége, vagy mennyire lehet a kevésbé jó borból is jó fűszerezéssel, cukrozással jó forralt bort előállítani? Lényegében a alapboron múlik minden, mert egy forralt bor, hát annyi fűszert, meg cukrot, meg egyéb dolgot nem teszünk bele, hogy az alapbornak a jellegét megváltoztassa, vagy elnyomja, vagy ha annyit teszünk bele, akkor az már értéklevonásra kerül. Itt nagyon fontos az egyensúly a bor, alapbornak, hogy miből mennyit bír el, és még a bor jellege megmarad az italnak, és mégis egy kellemes benyomást nyújt nekünk, ezért fontos az, hogy ne legyen túl fűszerezve, meg túl cukrozva, mert az teljesen elnyomja a jellegét az italnak, és akkor már nem forrad ború beszélünk, hanem valami szirupról, vagy akármiről beszélhetünk. Úgyhogy fontos az arányok betartása. Nos, kedves nézőink, már mindent tudunk a fánkokról és a forralt borokról. Érdemes még otthon is kísérletezni, hiszen tart még a tél és tart még a farsang is. Önnek mit jelent a farsangi időszak? Mit jelent ez a néhány hét? Hát ezt így hirtelenjében nehéz megfogalmazni. Talán azt, hogy most már elkezd múlni a tél és közelít a tavasz. Elsősorban ezt. És mit szól ehhez a rendezvényhez? Hogy érzi magát? Hát nagyon örülök neki, hogy ez van, és akkoriban mindig is nagyon sok és nagyon jó rendezvények voltak, aztán közben jött a járvány, és hát nagyon remélem, hogy ahogy a járvány múlik, vagy ahogy a járványhoz alkalmazkodunk, ezek a rendezvények is vissza fognak jönni. Az ön véleménye szerint mire jó a farsangi időszak? Hogy lehet ezt jól kihasználni? Hát elsősorban a barátok összejövetele, ennyi, nagy vonalakba. És a fánk mennyire tartozik hozzá önöknél otthon a farsanghoz? Szinte minden hétvégén csinálunk fánkot. Most eljöttem, lekontrolláltam a családot, hogy milyen a fánk otthon és milyen itt. Azt kell mondom, hogy egál. És mi a vélemény erről a rendezvényről? Hogy érzik magukat? Évek óta visszajárunk, mit lakunk a szomszéd faluba, és szeretjük. Kell ez így? Tél vége felé? Nem télen, mindig kell. Tehát az, hogy az emberek összejöjjenek, szeressék egymást, ez nagyon fontos. Nekem a gyerekeim már felnőttek, akkor volt, hogy farsangoltunk, én már nem. Nem sajnos. És miért gondolta úgy, hogy itt lesz ma ezen a rendezvényen? Nekem egy ismerősöm, nagyon jó ismerősöm, Balatonakaliba való, és vele jöttem. És vele töltöm ezt a kellemes időt. És kellenek az ilyen jellegű programok? Én azt gondolom, hogy igen. Ez a kikapcsolódáshoz hozzátartozik? Hát igen. Igen. Az ember manapság nagyon ritkán ér el ilyen dolgokra, úgyhogy most szántam én is egy kis időt, és eljöttem vele. Hogy nagy igény van a programokra, az biztos. Jól esik kimozdulni. De nézzük, mit gondol erről a szervező szakember. Ön tud abban hinni, hogy a Balaton 4 évszakos lesz egyszer majd, vagy hogy most konkrétan erről az időszakról beszéljünk, hogy a tél is nyüzsgőbb legyen és élettel telibb? Pontszerűen igen. Teljes 4 évszakos Balaton szerintem elképzelhetetlen. De így pontszerűen, mint hogy most ezen a rendezvényen itt megjelenik pár száz ember, jövő hétvégén Füreden a Jégkorcsolya pályánál megjelenik ugyanúgy pár száz vagy ezer ember, így lehet rendezvényekkel operálni, de úgy, hogy nyilván azt, amit nyáron a Balaton tud adni, az télen jelen pillanatban nem tudja adni. Ön is a tagja az Éltető Balaton Felvidékért Egyesületnek. Mit ad önnek az Egyesület? Mit jelent az Egyesület tagjának lenni? Az Egyesületnek gyakorlatilag alapítása óta tagjai vagyunk. A Védjegy Tanácsnak én is tagja vagyok, édesapám is, ő az elnöke volt. Mi ötleteinkből nőtt ki gyakorlatilag ez az egész védjegyes termékvonal az Éltetőn belül, és ez az, amiben mi legjobban részt veszünk. Jelen pillanatban is több mint 100 helyi termelővel tartjuk a kapcsolatot, akiknek a termékei a boltunk polcain megtalálhatók, állandóan rendelkezésre állnak. Ez a kölcsönös együttműködésen alapuló lokális gazdaság, ez ami a fontos benne. Tehát, hogy a helyit, amit mögöttem a táblán ki van írva. Helyit veszem, mert helyén az eszem most összefoglalva.
Mesterség rovatunkat támogatta az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület. Surran a manó, mosdik az angyal láplidért zokog. Bármerre nézek, ismerős minden, itthon vagyok. Táncol a széllel a pásztor meséje, csodáját magamba szívom én. Itt élek, a világ e féltekén. Felcseperedtem boróka illatán. Egy vidék nekem, a mindenségem, házam s hazám. Érzem az ízét a számban, a hajnalt a kalászban, szív melegét a cipóban, bölcsességet a borban, tündér kacaját a gyümölcsben, már mag csirázik a földben, az ümmögést a mézben. Nektárt ajkadról ittam, csókolt szamatát beleírtam a szívembe. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk, a folytatásra egy hetet kell várniuk. Jövő héten szerdán azonban jövünk újabb érdekességekkel, köszönjük, hogy követik adásunkat. Kérjük, segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalunkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Viszontlátásra!